Ez a Debreceni Egyetem egészségügyi kara itt indult el Magyarországon elsőként az egészségügyi szervező szak. 25 évvel ezelőtt 25-en jelentkeztek a képzésre, amelyet az informatika fejlődése hívott életre. A jubileum alkalmából azok szóltak az ünnepi rendezvényen, akik segítették a szak elindulását. Többek között a volt közigazgatási államtitkár Jávor András, valamint korábbi oktatók. Nyíregyháza vállalta fel nagyon lelkesen ezt a kérdést. A minisztérium és az egyetemek támogatták, és nagyon komoly kérdés volt a probléma megoldásában, hogy a megye intézményei vállalták a gyakorlati oktatást. Valahol az egész oktatásnak a mottója az első fél évben, első évben az volt, hogy tanulva tanítani. Az oktató két órával előbbrébb járt az oktatási anyagban, mint a hallgató, és úgy adtuk elő az általunk vállalt tárgyakat, hogy fölkészültünk a hallgatóknak az információ átadására. Valóban nagyon lelkesen működött ez a szak, és a 95-ös első végzéseknél már láttuk, hogy milyen nagy szükség van ezekre a szakemberekre. Napjainkban az egészségügyi szervező alapszakon, ezen belül egészségbiztosítás, turizmus szervező specializációkon, valamint egészségügyi ügyvitel szervező szakirányon tanulhatnak a hallgatók. Az egészségügyi ügyvitelszervezők ugye az egészségügyi intézményekben helyezkedhetnek el elsősorban, tehát ők ugye az adatfeldolgozással, illetve szoftverek üzemeltetésével fognak foglalkozni ezen a területen. Ez ma azt mondhatjuk, hogy egyre inkább előtérbe kerül, hiszen az e-health bevezetése Magyarországon napirenden van, ugye az e-kártya bevezetése napirenden van, tehát én azt gondolom, hogy ezekre a szakemberekre egyre nagyobb szükség lesz a jövőben. A kar oktatási dékán helyettese hozzátette, jelenleg mintegy 150-en gyarapítják tudásukat az egészségügyi szervező szakon.